Jó napot kívánok, üdvözlöm nézőinket innen a Szamosújvár főteréről. A hátam mögött a Szent Háromság nevű örmény katolikussá templom, amely minden pünkösd utáni negyedik hétvégén búcsújáró helyé válik. Ilyenkor Magyarországtól Nagybányáig, Nagybányától Szépvízig mindenhonnan jönnek örmény származású emberek fejet hajtani világosító Szent Gergely emléke előtt, aki az első örmény apostol és az első örmény püspök, és akinek gyakorlatilag óriási szerepe volt az első keresztény nép megalakításában. Ő volt az első, aki a pogányságból átmentette az örmény népet a kereszténységbe. Világosító Szent Gergely boldogan tekinthetett le a Szent Háromság nevű örmény katolikus templom oltárképéről a búcsújárókra, hiszen addig, amíg ez a nagy ünnep megszervezésre kerül, azt jelenti, hogy örmények is élnek tájainkon. Hozzájuk szólt az a Szent Mise, amelyet az első örmény püspök tiszteletére tartottak, és amelyen idén először tiszteletét tette Ferenc pápa romániai helytartója, Miguel Mauri Buendia érsek, aki a Vatikán részéről végez diplomáciai szolgálatot Romániában. Amikor a pápa Romániába küldött, azt mondta, add át üdvözletemet és áldásomat minden ott élő népnek. Ott mindenki számára te vagy az én képviselőm. Így alkalmam adódik köszönteni az örmény közösséget. Most az ő patronusuk világosító Szent Gergely ünnepét üljük, amely úgy látom régi hagyományos ünnep Romániában. Örvendek, hogy részt vehetek mellettetek ezen az eseményen. Tehát hozom mindenkinek a pápa üdvözletét és áldását. Amint az közismert, az erdélyi örmények örmény katolikus vallásúak, míg a Románia déli és keleti részein élők örmény apostoli hitvallás szerint élnek. Ez utóbbi egyháznak bukaresti képviselője Datev Hagopian püspök is jelen volt az eseményen. Ca în urmă cu două săptămâni să mă aflu în cetatea Vaticanului și am avut și un dialog cu Sfântul Părinte, Papa Francisc. Եվ Հռոմի Պապը անգամ եւս հաստատեց, որ մենք քրիստոնյա եղբայրներ ենք, քրիստոնյա եկեղեցիների եղբայրություն ունենք մեր մեջը եւ մեզի համար շատ կարեւոր է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը եւ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին։ Și Sfântul Părinte mi-a amintit că suntem cu toții fii și lui al lui Grigorie Iluminitorul pe care l-am prăznuit astăzi și al lui Grigorie din Narec, un sfânt specific bisericii noastre apostolice armene. Եվ գիտեք, որ Հռոմի Պապը հրճագեց Գրիգոր Նարեկացին որպես դիեզերական վարդապետ. După cum știți, Sfântul Grigorie din Narec a fost canonizat de Sfântul Părinte în urmă cu 2 ani, printr-o slujbă solemnă. Urahen vor să astegă că dvinkev, menk bidi șarnagen mișt elank irarhet, ev mișt mer havat că Hristonagan havat că aveli zora vorbaheng. Bucuria mea arhierească este mare că ne găsim cu toții din diferite confesiuni bisericești la oaltă prezenți în acest oraș. A templomi szertartást követően immár hagyományosan Szent Gergely napi ebédre hívta az egybegyűlteket a Romániai Örmények Szövetségének szamosújvári fiókja. Hány személyre főztetek? 400 személyre főztünk az idén, mert általában körülbelül 380-400 személy szokott lenni. És ez mit jelent, hogy hány liter leves van 400 személyre?
Majdnem 200 liter leves. Mi a hagyományos menü a világosító Szent Gergelyen itt Szamosújváron? Évek óta hagyományos menü az angadzsábur leves. Ez a hurutos angadzsábur leves, amit itt szoktunk csinálni. A fülecskéket egy héttel hamarabb megcsináljuk, lefagyasszuk, és akkor megfőzzük a levest. Ezt csak itt ismerik, Örményországban nem ismerik a hurutos levest. Szerintem azért, mert ez, ahogy jöttek, vándoroltak, akkor valami tartósítószer, mert végül a hurut az egy savanyú tejből készült petrezselymes fűszerke, igen. Mennyi hurutot használtok amúgy? Itt ugye elmondtuk, hogy 400 személyre főzt, hány liter leves, mert azt már elfelejtettem, 200. De hogy mennyi hurut kell belé? 200 liter levesbe tettünk 8 decis borkán hurutot. Miután a búcsújáró vendégek megebédeltek, megkérdeztük néhányuktól, hogy mit jelent számukra világosító Szent Gergely emlékezete. Minden nyár előtt már hagyományossá vált, hogy a város valósággal éli ezt a pillanatot, az örmény közösség hagyományos évi ünnepét, a világosító Szent Gergely. És meg kell említsük, hogy ez nem csak az örmény közösségnek az ünnepe, az évi találkozja, hanem a többi vallási felekezetek, függetlenül, hogy ortodox, görögkatolikus, hogy baptista, adventista, mindenki szívébe foglalja ezt a fontos eseményt. És nem csak, hogy egy találkozás, hanem ebből az alkalomból hazajönnek azok az örmények, akik külföldön tartózkodnak jelenleg, rokonságok, a barátok, és ilyenkor kb. 400-500-an vesznek részt ezen a hagyományos világosító Szent Gergely ünnepén. A Szamosújvárra jövünk, mint testvérváros, nekünk úgy szoktuk mondani, Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyóce Miklós, Csíktépít, udvarhelyben. Minden évben, ha valami nem történik probléma, akkor jelen vagyunk. A világosító Szent Gergely ünnep az egyik legfontosabb és a legpozitívabb ünnep a szamosújvári örmények és minden örménynek az életében, mivel ő térítette át a pogány vallásról az örményeket a keresztény vallásra, ami szerintünk a legfontosabb dolog az örmények történelmében. Igen, nagy ünnep tehát világosító Szent Gergely ünnepe Szamosújváron, az egykori Ármenopoliszban. Ilyenkor ugyanis nem csak magát az egyházalapító szentet ünneplik a zarándokok, azt, aki létrehozta az első keresztény nemzetet a földön, de azokra is emlékeznek, akik áldozatul estek az örmény nép zivataros történelmének.